Botox miatt zártak ki egy tucat tevét a hagyományos szaúdi tevefesztivál szépségversenyéről. A vetélkedőben, ahol a zsűri az ajkak, a pofa, a fej és a térd mérete alapján bírálja az előttük felvonuló tevéket, egy tucatnyi olyan állatot találtak, melyeket a gazdáik botox injekciókkal akartak még vonzóbbá tenni. A teve Szaúd-Arábia szimbolikus állata. Régen azért gondoztuk, mert szükségünk volt rá, ma hobbiból, magyarázta a zsűri elnöke. Az egy hónapon át tartó tevefesztivál idén a távoli sivatagból a főváros mellé költözött. A kormány állandó épületet emelt a versenyeknek és a bemutatóknak, amelyek nyerteseit összesen 14 milliárd forintnyi díj várja. Kéret itt nem lenézni a témát, lehetséges, hogy ezen megnyilvánulásotok alapján fognak majd a nézők benneteket számon tartani. Figyelek, én kimaradnék. Igen, egy mondat jutott erről eszembe. Ez lehet, hogy nem más, mint a bulvár elsivatagosodása. Interneten nagyon vicces volt. Direkt figyeltem, hogy mit reagálnak erre az emberek. Eljutottak a szilikonból készült harmadik púpig. Tehát, hogy így csodálatos volt egyébként így a kollektív néphumor. Viszont nem akarom elviccelni, ugye arról az országról beszélünk, ahol a nők, ha jól tudom, akkor pont ennek az évnek a nyarától fognak autót vezetni. Tehát gyakorlatilag ugye a nők itt nem hogy szépségversenyen nem indulhatnak, hanem... De most ezzel azt akarja mondani, hogy ott jobb tevének lenni, mint nőnek. Hát körülbelül, igen. Ez egy... igen. Egyébként nagyjából ezt akarom mondani, mert mondjuk egy nő ott nem indulhatna szépségversenyen. Egyébként nem szeretem a szépségversenyeket, tehát nem azokat akarom itt most propagálni, viszont azért ez döbbenetes, hogy a tevéknek van, a nőknek nincs. Akkor még egy ilyen polgári jogi kérdés, majd dönts el, ki akar válaszolni, hogy végül is a tevék botoxolása az nem állatkínzás? De szerintem az. Mert hogy az a teve annak nem örült, az teljesen biztos. Akkor szerintem tartsunk szünetet, hogy a második részre is maradjon még energia.